Vendégünk a stúdióban egy olyan ember, akit azt gondolom, hogy Hajdonállásson szinte mindenki ismer. De aki a piacon csak egyszer is megfordult, az találkozott vele. Subec József, piacfelügyelő, parkolófelügyelő, azt hiszem, hogy nincs ember Hajdonállásod, aki ne találkozott volna vele, főként piaci napokon, de egyébként más napokon is. Szép estét kívánok, kedves Józsi, és hát akkor én azt gondolom, köszönöm a meghívást. Hogy nagyon-nagyon sok mindenről lehetne mesélni, beszélni, hiszen 30 éve, hanem már egy kicsivel több is, mint amit a piacon eltöltött, mint piacfelügyelő, tényleg akik ide járnak, vásározók, piacosok, de akik egyébként vevőként jelen vannak a piacon, azok is mindig találkoznak önnel. Pörgessük egy kicsit vissza az időkerekét, hiszen azért 30 év az azért csak 30 év. Hogyan is kezdődött ez az egész? Hogyan került a piacra? Hiszen azért ez egy nagyon sajátos, most már azt mondom, hivatás az ön esetében, hiszen több mint 3 évtizedet töltött el itt. Igen. Hát úgy kerültem a piacra, hogy annak idején az IZO-ba dolgoztam. Az IZO olyan megszűnőben volt, és azt mondták, hogy vagy hát elmegyek innet, vagy át kell járni Böszörményben, hogy így vállom. Hát én Böszörményt nem vállaltam, érdeklődtem mindig, Hegedűs Miklós volt a főnököm, érdeklődtem, hogy nem vesznek fel ide embert. Hát Józsi, most nem veszünk fel, most így. Hát húztam az időt, egyszer jön Hegedűs Miklós, megjelent. Na, azt mondja Józsi, szombattól akarsz dolgozni a piacon? De mondom, csak takarítóként dolgozok, én nekem nem kell ilyen nagy feladat, mondom, elégen én nekem. Józsi túl van tárgyalva, záróra felmégy a piacra, és akkor átveszed a kulcsot, de úgy, hogy ki van takarítva, úgy veszed át a kulcsot. És akkor már vasárnap reggeltől te nyitod a piacot, te zárod. Hát az időpontokat megmondta, hogy mikor, és akkor ezt folytattam tovább. Hát tetszett is az én nekem, jó, hát egy időben, amikor úgy megkezdtem, úgy kezdtem szégyelni, mondom, tanultam is, 3 év ipariskola, azt én sepregetek, ott az ismerősök mentek, inkább hátat fordítottam, hogy ne lássanak már, úgy annyira, mondom, szakmám van, kőműves, mínusz, én meg takarítok itt. De ez olyan 3 hétig tartott, úgy megszoktam, az emberek jöttek oda, jó, és ezt csinálod, ezt csinálom. Hát azt, ez így is ment egy hónapig, hogy csak takarított. Majd utána behitt a főnököm megint, Hegedűs Miklós, na mondom, biztos, hogy nem feleltem meg. Erre a tére mondom, hát igen, csak mondom, mehetek. Azt mondja, figyelj, csak jó, adok ennyit, meg ennyit. A Máté Rokút fizetős parkoló volt, azt mondja, el kéne vállalni ezt. De azt mondja, most, azonnal. Ez egy szerda, szombat volt pontosan. Hát mondom, én még ilyet nem csináltam, de azt mondja, most csinálsz, kimegyünk együtt, és azt mondja, én megmutatom, és akkor te fogod a parkőr lenni kint a Máté Rokúton. Hát mondom, megpróbálom. Be is jött, sikerült. Hát ezt csináltam körülbelül egy évig. Majd utána jöttek a vásárok, a nagyvásárok. Minden. Na, erről beszélgessünk egy kicsit, mert ma már a fiatalabb nemzedék nem is tudja, hogy milyen is az az igazi vásár, ami még kint a vásártéren volt, ugye ma már ott ipari park épült. Igen. Hát az a helyzet, hogy behitt akkor is, engemet behitt, hogy na, én az állatoknál leszek, ott szedem a helypénzt, utána, hogyha az állatoktól leszeded ott a dárosoktól a helypénzt, utána mi így a sátrasokó. De ott leszek veled, azt mondja, hogy csinálod, bemutatod, azt mondja, meg érünk egy puskát, azt mondja, hogy na, egy ló, ennyi a helypénz, akkor a jószág, malac, ilyesmi, megmutatom, azt mondja, azt úgy, mit tovább. Hát ez úgy is történt, jött velem, Józsi, mennyi? Ennyi. Jó, kértem le, fizettek szépen. Hát de akkor még hát olyan vásárok voltak, hogy a kisállomástól kezdve volt szabályszerűen, hogy az utolsó hátsor volt. Az ott mind vásár. A sátrasok, ott volt a seprős, volt az ostoros, volt a pecsenyes sütögetőtől kezdve, batacukrostól kezdve, ott minden, egy nagy hatalmat, olyan, mint például, hát Aunod most, egy olyan vásár volt kint a vásártéren. És ez egy évben háromszor volt. Volt a József napi vásár, akkor volt az aratási vásár, meg a kős, hát az őszi vásár. Az őszi vásár az olyan Mihály napi vásár. Igen, Mihály napi vásár volt. És ezeket én mindig így elfogtam.
azok közt megcsináltam a parkolást. Akkor rakott oda helyettem valakit, hát úgy látta, hogy ez nagyon jó megy én nekem. Na, egyszer behozott a parkolóból, azt mondja nekem egy reggel, hogy na figyelj csak Józsi, ide ben leszel a piacon, úgyhogy helypédes is leszel, meg ugyanúgy folytatod a takarítást is. Mert ez egy éve tartodott a helypénzszedés, a takarítás, így ennyit adok, ennyi összeget, hát nem mondok összeget, megmondom, az, és hogy elvállalod. Hát mondom, én nem veszekedek ott az árusokkal. Józsa azt mondja, megyünk együtt, megmutatom neked, hogy hogy csinálod, számlát tudod érni? Tudod. Na mondom, hát akkor jó, megmutatta, hogy hogy kell érni a szám, készpénzes számlát. Értem, adtam oda. Hány méter, ennyi a pénz. Ez így működött annak idején. Tehát nagyon-nagyon sok emlék van, azt gondolom, de igen. Egy piacfelügyelőnek azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindenféle fajta embernek kell lennie. Tehát ugye egyrészt határozottnak is kell lennie, hiszen azért ott sokféle ember megfordul, úgy eladó, mint vevő, igen. De ugyanakkor meg vigyázni kell nagyon a hangsúlyra, hogy hogy beszélünk az emberek. Igen. Mik a tapasztalatai? Hát, én megmondom őszintén, most ebbe a világban, amiben most élünk, egyre nehezebb az emberekkel bánni. Régebben, amikor kezdtem, sokkal könnyebb volt. Nem voltak olyan feszültek az emberek, minden. Most, hogyha véletlenül nem úgy szól az ember hozzájuk, hogy figyelj, már légy szíves, állj már arra egy becs 20 centit. Már akkor a szeme úgy forog, majd megöli az ember. Itt úgy kell fellépni, hogy erélyesen is, de mégis úgy esik az le, hogy na jó legyék mindenféleképpen, mert az egyik ember ilyen, a másik olyan, hát emberek a legrosszabb bánni, megmondom őszintén, aki így ebben bánni, emberekkel. Hát tudni kell emberekkel bánni. Én már úgy próbálok, úgy belegyöttem már eddig is, hogy hogyha szépen nem megy, akkor csúnyán mondom. Csúnyán, ennyit. Tehát azért időnként egy-egy káromkodás ellen csattan a piacon. Van. Ez belefér a piac hangulatába, igen, én azt gondolom. Igen. Ugye vannak visszatérő eladók, tehát ugye úgy mond, hogy igen. Bérelt helyük van, igen. De vannak, akik csak alkalmanként vannak. Igen. Hogy zajlik ez az egész, hiszen a laikus úgy gondolná, hogy hát, hogy bemegyek a piacra, veszek, kiváltom a helypénzt és kész. De úgy tudom, igen. Hogy nem teljesen így zajlik. Hogy van ez? Nem így van. Vannak például a sátrasok, úgy általában a sátrasoknak mindenkinek bérelt helye van, a sátrasoknak. Ők elfoglálják azt a helyet, ők fizetnek egy fix összeget havonta, hogy az az ők helyek. Ők bérelik azt a helyet. De aki nem béreli, bármikor oda adhatjuk egy idegennek azt a helyet. Bármikor oda lehet adni, és egy új van, mindig van fenntartva a piacon egy olyan hely, hogyha véletlenül egy új jön, azt valahova oda tudjuk tenni. Mert mindenkinek, én azt mondtam, még én a piacon leszek, én ott dolgozok a piacon mindenkinek lesz helye. Csinálok helyet. Mindenféleképpen úgy osztom, szózom az embereket, hogy be tudjanak oda éleszkedni. Hogy, hát azt nem mondják már, na Hajdunánáson voltam, most nem kaptam helyet, nem, én mindent megteszek egy árusért, hogy jó legyik neki. De olyan is van, amelyik húzza vissza fel a fejét. Én azt mondom neki, hát azt mondom, ide tessék állni, ez pontosan magának a helye. Ez pont itt ezt keresik. Ha mit akarok én? Ő oda akar állni. Na akkor egyezünk meg, hogy ide fog állni, azt kész, mondom. És igen, hogy aki oda jár például a piacra, állandóan, az bérletet fizet. Egy havi bérlet, mert itt havonta megy a bérlet. Havonta megyen, de amikor jön, vagyis ő kipakol, ő fizeti a napi helypénzt. Tehát bérlet plusz még napi igen, helypénzt plusz, igen, is kell plusz a helypénzt, igen. A férfiakkal vagy a nőkkel nehezebb bánni a piacon? Hát őszintén megmondjam, inkább vagy a nőkkel. Inkább a nőkkel. Adok inkább, hát Józsi, hát nekem ez nem ez a hely. Tetszik, nem? Volt már olyan, megmondom őszintén, hogy bejártuk az egész piacot vele, hogy ő ide akar állni. Odaadom, na, jó van, álljék oda. Jó,
Hát mégis egy jön utánam, hogy ő csak oda akar állni. Hát mondom, ez így nem. Hát inkább a nőkkel, megmondom őszintén, inkább a nők. Hogy egy férfinak azt mondom, hogy irányál, légy szíves, ez az egy helyen van, az megért, hogy oda áll, megmondom őszintén. Hát a nők már csak ilyenek. Igen, igen. Annak idején, hát ugye már jó ideje van annak, hogy ugye a cirkuszi előadásokat kitiltották, tehát igen, nem lehettek itt a piacon, viszont nagyon hosszú ideig, főként ugye már most ugye húsvét előtt, tehát az mindig egy ilyen városi népünnepély volt, igen, hogy megjött a cirkusz, megjött a körhinta, meg minden dodgem, tehát volt egy ilyen hihetetlenül hangulatos dolog. Igen. De hogy érte meg ezt a piacfelügyelő, meg egyáltalán a piac, hiszen azért közben ugye a szombati nap az mindig beleesett. Igen, azért én értem át, hát ez jó kérdés, ezt megmondom őszintén, nagyon jó kérdés. Vége volt a piacnak szerdán, a szerdai piacnak vége volt, és akkor költöztek be a hintások. Ez húsvét előtti szerda volt, és akkor költöztek be, amikor a vége volt a szerdai piacnak, akkor volt megengedve nekik, hogy na, bepakolhatnak. És az, őszintén megmondom, én irányítottam őket. Volt egy olyan alkalom, hogy azt mondtam nekik, nincs húsvét, be van dálva a kapu, hogyha nem úgy csináljátok, hogy kell, akkor mehettek elfele. Na, az a helyzet, hogy akkor jöttek ők az embereikkel, átpakolták azt a millió asztalt, leállították a helyre a hintát, minden beállították maguknak, de úgy állították be, előre volt nekik szólva, hogy itt még szombaton piac lesz. Ezt tehát úgy csináljátok meg, hogy hely legyik. Mink az árusoknak szóltunk annak idején, szóltunk, hogy hát úgy jönnek, hogy annyi hely nem lesz, mint meg azt is mondtuk, hogy olyankor nincs bérelt hely. Arra egy napra nincs bérelt hely. És mindenki úgy pakoljék, hogy az megfelelő legyik. Hogy a 2 méter jut, akkor 2 métert kell pakolni, ki lehet nyugodtan pakolni, de nincs bérelt hely. Ja, meg is értették, megmondom őszintén, megértették egy-két alkalommal. Volt olyan árus is például, hogy bemásztak a kapun, mert be volt zárva a kapu, bemásztak, éjszaka. Ők elfoglaltak, mit tudom én, 5 métert, vagy hát. De vele szembe is, hogy ez az ő helye. De jött a gazdája, összeverekedtek. Hát kiálljék oda közzei, hát én közzeiek álltam, hogy na, mit akarok, még én is, így, úgy, jó van, azt csináltok, amit akartok, telefon, minden. Mint hogyha a rendőrök ott álltak, van a kapuba, olyan pillanatok el. Jöttek oda, megmondom őszintén, oda jöttek, na elvitték őt, mert azt egymást megruházták rendesen. Tehát volt egy igazi verekedés egy a piacon. Egy igazi verekedés volt a piacon, de ők akkor nem is árultak, akkor annak nem is árultak. De azt lezajlott az a piac rendesen, minden. Annyi, hogy aki megértette ezt, tehát megértette, de mindenkinek volt helye rendesen. Ez a húsvét, ez olyan volt itt Hajdonálláson, mint egy majális. Ez Hajdonállásnak 90%-a a piacon volt, már szombaton délután, hogyne, akkor vasárnap, meg hétfőn. Ez olyan jó volt, mint egy majális, 90%-át mondom. Nagyon-nagyon hangulatos nagyon, volt. Nagyon jó volt. Én vezényeltem őket, mert mondom őszintén, hogy majd akkor jöttek a játékosok a fősorra, jött a vadacukros, az olyan volt, mint egy májál is. Én Hajdonálláson mostanában ilyet nem is látok, én megmondom őszintén. Én pedig már 65 éves leszek, nem túl sokára, de még olyan itt Hajdonálláson nem volt. Hát igen, mint a piacon. Mert hogy a gyerekek azok mentek délelőtt, délután, igen, és aztán, mikor már ugye sötétedett, akkor meg már az ifjúság vett át a szerepet, szólt, igen, a zene. Igen. Itt tehát tényleg eszméletlen jó hangulata volt, na, akkor jó a piacoknak. Jó volt nagyon. Hát ugye ez is volt, aztán ez is elmúlt. Elmúlt, igen. Márciusban tartunk, ugye tavaly ilyenkor teljes lezárás volt. Igen. Azt gondolom, hogy az is egy nagyon nehéz időszak így volt. Van, hogyan igen élték azt át meg a piacon? Hát elég nehezen éltük át, megmondom őszintén, hogy az minélkünk is rossz volt, meg a árusoknak is rossz volt. Hát minélkünk azért, hogy reggel odaálltunk 6 órakor a piac kapuba, hiába kaptunk
őröket, hogy feltétlenül maxot használjuk minden, az embereket úgy megvolt. Sőt, csak hajdunánál sárusok jöhettek csak tavaly. Csak hajdunánál sárusok, de az is csak élelmiszerrel jöhettek. Élelmiszerrel jöhettek, és megvolt szabva, hogy ennyit lehet árulni, ettől többet nem lehet. Csak éppen, hogy hajdunán, amiért a hajdunánál ki száraz tésztát hoztam, meg mit töki gyümölcsöt, az ott annyit lehetett csak ad minket is, meg pénzbe is. Rengeteget. Hát én szerintem pénzbe is, meg hogy minket is levettek két orószába. Az mindegyik egy nagy érvágás volt alkalmazottaknak, hogy két orószába dolgoztunk. Igen. De hát ugye pont polánta szezon. Ez ugye mindig nagy szezon a piacon. Igen. Most azért Istennek hála, bár ugye lezárások vannak, de a hajdunánás piac nem zár be, tehát vonatkoznak a szigorú igen. szabályok, de mindenki árulhat. Igen. Beindult már a polánta szezon, vagy még csak kezdődik? Hát még most hideg van, még most nem. Hát már 20-a lesz lassan, József napot elhagyjuk. De még palánt szezon még nincs. Még nincsen. Én szerintem e hónap utolján kezdődik a palánt szezon. Hideg van még rá. Hideg van még rá. Még most nem indul be. Március 13-án szombaton. Igen. Egy napját, hát hogy úgy mondjuk, hogy végig kísértük és megnéztük, hogy mi minden is történik egy-egy piacon. Jó idő volt, nagyon sokan voltak. Én most javaslom, hogy nézzük meg együtt ezt a kis összeállítást, hogy mi minden is történt azon a szombat délelőttön a piacon. Köszönöm szépen. Most már hagyja a vásárlás, most már beegeresztem őket, azt mondja, hogy eladom. Nem lehetne odaállni? Nem, bár oda jöhetnek. Az oda. Autónak a part, hogy ne menjek ki, mert itt van a féltár cipő. Megmondom őszintén, hogy oda jönnek. Szombaton még most az is bejelentkezett. Megmondom őszintén, vagy tessék jönni velem. Igen, de tessék jönni velem, azt hagyd mutassam meg, hogy hova. Én ilyen vagyok, meg lehet kérdezni az árusoktól, hogy én, akin tudok, segítek, de aki visszafele húzza a fejét, azon nem tudok segíteni. Én megmondom őszintén, mert van itt ám olyan, hogy amit mondok, hogy az nem jó hely, akkor is azt mondja, hogy a jó hely. Előre szólok, hogyha jön a véletlen gazdája, akkor ki kell, arrébb kell állni, a másik oldalad. Hát várj kell, hogyha jön a gazdája, akkor ki kell, hogyha nem jön, akkor idej. Mert sose lehet tudni, hogy jöhet a gazdája. Hát azért mondom, hogy az nem biztos, mert az sátras hely. Ez van. Ide költözik nyíletháza teljesen. Előrébb még. Még előrébb egy kicsit, azaz. Nagyon jó. Szép jó napot. Azt hiszem, nem találok ide, olyan kött van. Arrafele? Hát majd, amikor átjöttünk a hídon, onnantól kezdve tisztulni meg. Akkor lehetett látni a napot is valamennyi, utána már itt meg már napsütés. Itt meg onnan. De vattok, hogy... Pakolják kifele. Úgy lesz. Ez az. Visszább egy kicsit, így egyenesen. 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 Jó lesz, így maradt.
maradsz? Így. Be tudod állni. Köszönjük szépen. A erővasszak. Így gondoltam én ezt, tehát nagyon jó, ez az. Így, első osztályú, nagyon jó. Ez itt kinyílt az áru? Jó, jó, oké. Okay. Ez megvan, és látod, ez a táska, látod, amikor én ide jöttem, a széke, ezt én magamhoz vettem, én ebbe 30 éve szedem már a pénzét. Így, fogom, így, és ez az. Ez tartalék, ezt viszem, hogy ne kell így begyönni, tudod azért. Azt mondja, hogy 13 van máma, igen, és azt mondja, ez 700 forint. Ja, ja, dolog. Tessék parancsolni, a tied? Annyi. Azt mondja, 400 fengel. Menjünk tovább. Itt hol van ennek a gazdája? Feri bátyám, kifizeti neki? 400 fengő, 4-et. Kérek. Fiatal asszony következik. Mi van ma? Már kifizették. Aj! Most ne kérjen, sokat nem elültem semmit. De... Hát az autó akkor a magája, igaz? Na, akkor a szokásos kérem, szépen már edíten. 800 magam, ami ki van pakolva, 1500 forint. Tessék parancsolni, el kell tenni a... Így van, köszönöm szépen. Azt mondja, ezt őrizzük meg. Igen, meg kell őrizni, mert sose lehet tudni, hogy ki jön utánam. Szép jó napot kívánunk! Jó napot, Józsi bácsa! Azt mondja, hogy ez van itt. Hát azt mondja, ez 4, meg a kis asztal az 1002, 1500 forintot kérek szépen. 1500, ennyi szokott ez. Tudom, ma már a... Ezért... Parancsolj. Azok is úgy jönnek most már, hogy borzasztó. Hát... Mondtad, hogy felvetted az inakciót? Igen, fel. Semmit nem éreztél? Semmit, ez a, semmit nem éreztem, hogy felvettem. Tessék, köszönöm szépen. Hát engemet nem. Szép jó napot kívánunk! Jó.
Tényleg, annak azt mondja, hogy négy. Öt. Négy, így 500 ebbe. Kívánok, doktor úr! Jó napot, igazgató úr! Sokra. Szia, hogy vagy, öreg? Köszönöm szépen, jó! Egészség? Az is jó. Hello! Ez itt azt mondja, egy, kettő, három. Igen. Hát most kettő van ide, figyelj, egy kéte. Nem érdekel. Na most azt elég, hogy te mondtad. Nem bánom én. Kettő. Ide figyelj, hogy kettő van, három lesz így. Mit számol nekem? Azt mondja, hogy 13. Igen. Szépen számoljon, mert nem árultam, ne idegesítsen, tényleg Jóska bár. Barátom. Aj, barátság nincsen, tudod. Mi az, hogy barátság? Szép, mi az? A 20 szép, hol van? Azt mondja, igen. Tessék parancsolni. Én is nagyon szépen köszönöm. Lemérhetem gyorsan? De csak, hogy a gyors leszel. Olyan szépen mosolyogsz arra, hogy boldogtál, komolyan látszik itt. Parancsolja? Én is. Tedd el a papírt, már kérhetik bármikor. Na, szép jó napot kívánunk! Az új járósok. Na, így vagyunk itt a polvár. Nézzen szóval. Egy ezredes lesz, így. Nagyon jó. Van a legjobban. Hát én tudom, hát ezt már sokan mondják. Kelly Csók, szavasz. Szép jó napot kívánunk! Na, itt lennék már. Hely, jó? Jó. Vannak árusok? Vagy is bevegy? Hát, fognak azok jönni, még reméljük. Hát, menjem oda az irodábot, idejük mondja Gyurcsának, hogy mondja be. Itt. Jó. Itt van, visszatérünk. Szép jó napot kívánunk. Itt vagyok már. Ötösből megy, jó? Megy. Mikor mész nyújtok? Decemberben. És akkor most már fényképeznek téged? Hát, itt lesz már nosze. Nem. Addig meg is hallhatunk, nem? Szevasztok! Mondjam, előre kérjön köszönni. Csak ott ki lesz a tehéje? Hát megpályáztassák majd. Nekem kell ide. Köszönöm. Ja, meg... Na, hello! Fiatal hölgyem, igen. Ez akkor, ez itten? Igen, ez a... Autó akkor hol van? Kint? Kint, akkor. Kint akkor csak ennyi csak. Igen, igen. Azt mondja, hogy három, négy, öt, 600 forintot kérek szépen. Hát így szokott egy szombat ideig lejött eltelni. Ez volt a március 13-ai szombati nap. Azt gondolom, hogy mozgalmas egy nap volt. Hát én hallottam, hogy az úgy az árusok, mint a vevők is kicsi meg voltak rémülve, hogy vajon mit keres a televíziót, hogy vajon a maszk használatot ellenőrzi, vagy mi. Hát igen, igen, hogy ilyen félmezés ment az egész piacon. Hát azt hitték, hogy ellenőrzik a maszkot, hogy ilyesmi. Azt azért kérdezték én tőlem is. Azt azért válaszoltam, nem, én rólam szól ez az egész történet.
De hát azt gondolom, hogy nagyon tanulságos volt megnézni ezt az egy napnak. Végül is csak eszenciája ez, hiszen egész délután ott voltunk, hogy azért. És tényleg ebből is kiderült, hogy azért a hölgyekkel nem annyira egyszerű bánni, mint ahogy. Így van. Meg hát láthatuk azt a bizonyos táskát, amiről már mi itt a felvétel előtt beszéltünk, hogy ez az a kis helypénzes táska. Úgyhogy, de mintha ennek még a vásárok idején is szerepe lett volna, hiszen mesélte, hogy meg sem merte nézni, hogy mennyi pénz van benne. No, beséljük erről egy picit, hogy is volt ez? Hát igen, mert amikor én oda mentem a piacra, én nekem ezt iratták, ez a táskát, na Józsi, ezt becsüld meg, ebbe fogod szedni a helypénzt. Hát jó, én nekem furcsa volt, mert sose volt ilyen a nyakamba, hogy na, azt ebbe. Hát úgy volt, hogy hát egyébe ment az apró pénz a papírral, azt volt, hogy összefogtam, ki eltettem az apró pénzt, akkor én azt úgy megcsináltattam már, hogyha az enyém, akkor mondom, akkor költök is rá, hogy fiókja. A százas, két százas, külön, most már az apraja, megint külön, a papír pénzben megint együtt van. Hát én csináltattam már meg, úgyhogy én nekem az jó legyék. Na de hát az is látszik rajta, hogy bizony ez az évtizedek meg szépen megfényesítették. Igen. Tehát. Hát 30 év van a hátam mögött, 30 úgyhogy, év. Hát év. Igen. A vevők, törzsvevők, törzsárusok biztos beszéltek arról, hogy vajon hogy gondolják azt, hogy hát ha elmegy, akkor mi lesz, hogy lesz? Mert egyébként erről is beszélgettünk, szóval nem olyan egyszerű ennek a piacnak a felügyelete, de másé sem, tehát piacfelügyelőnek lenni nem is olyan egyszerű dolog. Hát nem, megmondom őszintén, mondják is az árusok, mert úgy szoktam velük beszélgetni, meg ilyesmi, mondják az árusok, hogy hát összeérás gyűjtenek, engemet nem engednek sehol sem, mert én az emberekkel nagyon jól tudom bánni. Én udvari, én tényleg ahol 70 éves nénivel, vagy ahol 20 éves, mint ahogy láttuk is a filmben, hogy egy 20 éves hölgy ott árulja a hentes árut, vagy az a 70 éves néni ott árulja azt a 20 darab tojást például. Én ugyanúgy el tudom tőle szedni azt a helypénzt, na hogy tetszik lenni az egészsége, hogy van annak az idősnének is, így lépek fel hozzá, hogy na hogy tetszik lenni, jó, zsikám, így úgy, megmondom, olyan könnyen ideadják, hogy borzasztó. De úgy vagyok én abban a 20 éves fiatal hölgyel is, hogy avés, ó, de csinos vagy valami, az akkor már egy bőű fizetés ki. Emberekkel tudni kell bánni. Egy-két kedves szó, igen, és akkor... Igen. És igen. Akkor biztos, hogy sokkal többre lehet ezzel haladni, igen, mint a nagyon szigorú és katonás, igen, fegyelemmel. Igen, megmondom őszintén, annyira oda kell figyelni az emberekre. Mert amelyik úgy simul az ember, hogy Józsi, így, Józsi, úgy, az a leghuncutabb ember. Az a legeslekhuncutabb. Az, hogy a szememben nekem mondja meg, hogy mit akar, vagy hogy, de amikor simul az ember, hogy így, úgy, azt mondom, nem, az kész, ennyi. Én velem ezt tanították, én be kell tartani, mert Hegedűs Miklós annak idején kemény ember volt, azt megmondom őszintén, hogy azt mondta Józsi, hogy így, hát ő tanított be annak idején engemet a piacra, ő tanított be, hogy na, ez így legyék. És jól jártam, hogy amit ő mondott, elfogadtam azt, azért vagyok még mindig a piacon. Meg amennyi főnököm volt még én, megmondom őszintén, a munkámat elvégzem én. Úgy érzem, hogy én még sose kaptam, hogy hát Józsi, ezt nem így kellett volna, vagy mit tudom én megcsináltam. Meg arra büszke vagyok, hogyha havadás van, vagy valami, a piac, szóval még baleset nem volt. Mióta én 30 év alatt ott vagyok, hogy a havat nem takarítjuk el. Kelünk 3 órakor felfele, és akkor, amire a piac kezdődik, mert úgy általában ez a hó is úgy szokott, hogy piaci napra érik pontosan. Már megfigyeltem, hogy mindig piaci. Amire jönnek az árusok, akkor ára szépen a fősor, azt tanították velem annak idején, a fősor az fekete legyék. Mindegy, hogy mi, de fekete legyék a fősor. Havat nem szeretnélek. És én azt, akik most vannak hölgyek, én velem, mit tudom én, vannak ketten, én azoktól is megkövetelem, hogy esik egy kis hó, takarítsuk, megyek, én is szabadnapos vagyok.
ugyanúgy takarítom én is, meg a többi is, ki van ide, hogy ott még baleset nem volt, amióta én ott vagyok a piacon, baleset a piacon, még, hogy hát emiatt, hogy letaposták a havat, vagy valami, nem volt. Még sose. Hát igen, tehát oda kell figyelni. Oda kell, nagyon oda a baleset veszélyre is oda kell figyelni, mert egyre több ide van abból most, hogy itt a fősoron ezeket a pavilonokat felállították, tetszik tudni. Igen. Felállították, azt annyira leszűkítették az utat, hogy az egységesek berakják szépen, ott alig hagynak utat. De könyörgöm, valaki rosszul van a piacon, mentőténi kell. Oda be kéne érte menni, annak a mentőnek oda kell menni. Sose lehet tudni, eltörik valakinek lába. Hogy viszik ki? Csak be kéne a mentőnek. Annyira le van a fősor szűkítve, hogy borzasztó. És azon rimánkodunk, azon van a legtöbb veszekedés a piacon, hogy ne ragd már a fősorba annyira, hogy mentőnek be kell jönni, akkor hagyja éve a mentőt. Állítólag én úgy hallottam, hogy talán ezen majd fognak változtatni, hogy megszélesítik, tehát igen, hogy, hogy hát jobban. Megmondom őszintén, hogy már készülnek egy fél éve közében. No, hát majd lesz. Beszélgetésük vége fele járunk, de azért én azt gondolom, hogy arra még érdemes néhány szót vesztegetni, hogy a piac az mindig is a hírközlés, a most azt mondom, hogy a helyi pletyka. Igen. De ez is hozzátartozik, tehát ez is, igen, a piac hangulatához tartozik. Azt gondolom, hogy ön az egyik, aki legelőször értesül mindenféle fajta dologról. Hát az igen. Közlékenyek, mert biztos közlékenyek az emberek. Igen. Igen, egyből jönnek hozzám, hogyha valami történik, én biztos, hogy hamarabb meghallom, mint akár. Mint a Kossuth Rádióban. Mint a Kossuth Rádió, vagy a mindegy. Józsi, fiacsak, mit hallottál? Ez, hogy? Ez hol érte baleset? Mondd már meg. Vagy ez, ennek eltört a lába? Komolyan eltört? Vagy mit tudom? Jönnek oda, Józsit keresik. Jó, akkor mondják, ott van, keresít. Fiatjuk, annak mi lett a vaja? Miért halt az meg? Meg ilyesmiket. Én hozzám gyönnek legjobban, mint hogy én annyira tudnék valamit. Piac felügyelőnek mindent tudni. Mindent tudni kell, hát így van, így van. Most, ha már említettük, én egy olyan szívszorító, de ugyanakkor egy felemelő érzés is, én amikor egy-két árus elhunyt, én láttam, hogy ott mécseseket, virágokat helyeztek. Tehát ez a kis piaci közösség azért ez egy összetartó közösség. Igen. Nem? Igen, volt a fedecsarnok alatt is, aztán a fősoron is, igen, volt most nem is olyan régen, kettő vagy három halt meg, a fedecsarnok alatt ott kettő halt meg, de megmondom őszintén, hogy mink is a piacfelügyelet is mécsest rakott, mert egy olyan árusunkról volt szó, hogy az tényleg még az apukája is ott árult a piacon. És annyira közvetlen volt mi hozzánk is, meg mink is ő hozzá, hogy elmentünk, még volt olyan, hogy elmentünk mink is a temetésre. Nyíregyházán volt a temetés, és elmentünk, mert az együtt kezdtük ott a én helypénzesként, ő meg árusként, és meghalt meg. Hányan ott haltak meg a fedecsarnok alatt? Jó, például, sajnos igen, ilyen is volt. Ilyen volt, volt olyan is, hogy ott halt meg a fedecsarnok. Tehát ha már közösségről beszélünk, igen, ugye, aki most láttuk, tehát most sok fiatal is volt, de azért összességében a jelenlegi nánási piacon azért inkább az idősebb korosztály, aki árusít, igen, ha jól gondolom. Igen. Igen, én is attól félek, én megmondom őszintén, hogy ez az idősebb korosztály kihal például. Megmondom őszintén, hogy azt mindig is hozzá szoktam tenni, a fiatal is szeretné csinálni, csak nem. Nem tudja. Tisztelet, azt mindig hozzáteszem, mindig, hogy tisztelet, van kivétel. A fiatal, amíg télen dolgozik minden. De hogyha ez a páridős ember kimegyen a piacról, lehet, hogy be is lehet zárni a piacot. Lehet. Hozzáteszem, az egy-két fiatal, aki szeret dolgozni, meg valamit tud is dolgozni. Sok fiatal azt se tudja, hogy hogy kell ezt a földet megművelni. Hogy mi az a kapa, mi az az ás, hogy kell művelni egy földet. Abból hogy lesz termelő? Sose. Semmi. Nem lesz. Megmondom őszintén, hogy ez a pár idős kimegyen, nem is tudom, mi lesz. Mert annál is inkább, mert ugye viszonylag kevés a nánási, aki, igen, mondjuk ott a zöldséges, meg gyümölcsös, igen, soron árul, leginkább dorogiak, meg dorogiak, hajdúböszörményből, hajdúböszörmény, hajdúdorog, inkább még hajdúdorogról sokan járnak át
hajdudorogról, de nánás, esetleg egy kis száraz tésztával, ide is nenni van kis száraz tésztával, sőt, például fedecsarnok alatt, ami hentes áruk vannak, hát ott abban nánás nincs is egy. Hajdudorogé van, újfehértaué van, akkor debrecenbű járt, az az új, hát amelyik ott volt most, amelyiknek mondtam is a filmbe, hogy jó, itt így szokott működni ez, az is úgy, az is debrecenbű. Nánási olyan, hogy élelmiszert nem nagyon van menni, mind vidékről. Nánási ember nincs. Azért mondom, hogy ez a páridős ember kihal, nem is tudom, mi lesz a piaccal. Hát annak egy hagyománya van ennek a piacnak. Így van, hát csak nem fogtam kihalni, bízunk benne. De mi lesz a piac felügyelővel? Tehát ugye jó egy év múlva, ha minden igaz, akkor már a nyugdíjas idejét fogja tölteni. Nem fog fájni a szíve a piac után? Hát őszintén megmondom, hogy a 30 év az kemény volt, mert kemény volt a 30 év, meg emberekkel nagyon nehéz bánni. Én azt mondom, hogy átadom egy fiatalnak, ő is hadd csinálja, én átadom ezt a munkát egy fiatalnak, majd, hát annyi biztos, hogy nem fogok otthon ülni, mert nem olyan típusú vagyok, hogy otthon. Van egy másik szakmám is. Biztonsági őr vagyok. Még emellett biztonsági, és azt fogom folytatni. Tovább. Otthon nem fogok ülni biztos, de én megmondom, hogy a piacból 30 év, aki 30 évet ott emberekkel lehúz, azt mondom, hogy jó. Szép volt, jó volt, de elég jó volt. Folytatom a biztonsági őri. Józsi, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk a gondolatait, hogy hozzájárult ahhoz, hogy egy napját végig tudjuk kísérni, és hát a továbbiakban jó egészséget és jó piacokat kívánok. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen a meghívást.